A legjobb tudás és a megfelelő szándék mellett is elakadhat az ember, főleg akkor gond ez, amikor az új eredményekre már szükségünk van, megakadtunk a fejlődésben, érdemes megtudni, hogy milyen okok vannak ezek mögött. Teljesen mindegy, hogy az életed mely területén kellenek az új eredmények, minden terület hozzád kötődik, ezért a legfontosabb, hogy magaddal foglalkozz. Különbségek természetesen léteznek ember és ember között, de ezek inkább a konkrétumokról szólnak. A közös pontunk mindig az, hogy ugyanolyan életet élünk, pontosabban élünk, tehát életet élünk. Ez nem egy általánosítás, hanem inkább egy olyan közös nevező, amellyel el lehet jutni oda, hogy megoldásokat találjunk akkor, hogyha valamilyen fejlődési folyamat megáll az életünkben. Jól látható az élő világban, hogy különböző fajokra mégis egységesen jellemző például az élet vagy az élni akarás. Mindenki ugyanazért küzd, még akkor is, hogyha teljesen másképpen keletkezett a saját élete. Az ember születése teljesen eltér például a tyúk születésétől, mégis vannak közös pontok, és ezek az azonosságok azok, amelyek meg tudják mutatni számodra azokat a pontokat, amelyekben tudod azt, hogy az életed bármely területén miért és hogyan akadhatsz el. Kicsit távolinak tűnik ez a megközelítés, de egy szükséges lépés, mert ha konkrétumokban maradsz, soha nem fogod megtudni, hogy ki a hibás azért, hogy valami nem működik az életedben. Ahhoz, hogy lerövidítsem ezt a választ, egyértelműen ki lehet jelenteni az, hogy te. Természetesen az enyémben én, és az is természetes, hogy másoknál pont az, aki éppen elakadt. Ez egy fontos gondolat, amit meg kell értsél ahhoz, hogy el tudjál mozdulni abból az állapotból, ami éppen tapasztalható, hogy megálltál. Fontos tehát megérteni azt, hogy a te életed, a te birodalmad, te uralkodsz benne, tehát neked kell megtenned mindent, és te fogod élvezni, és te fogod megszenvedni az eredményeket. Induljunk ki abból a gondolatból, hogy létezik egy közös pont minden élőlény vagy minden létező számára az univerzumban. Természetes, hogy ez a közös pont nem az, hogy kinek hány keze, lába van, vagy mire gondol az egyik faj vagy a másik faj, hanem az, hogy hogyan keletkezik bármelyik faj, vagy bármelyik tárgy, vagy bármelyik bolygó, vagy bármelyik galaxis. Vagy az univerzumok, amelyekben mindezek benne vannak. Tehát van egy univerzális törvénye a keletkezésnek, a fejlődésnek, és ezeket a törvényeket ma már az emberiség ismeri. A matematikusok leírták, és sokan gondolkoznak azon, hogy ezeket a matematikai modelleket hogyan lehet életszerűvé tenni. Ilyen a bonyolult rendszerek fejlődésének univerzális törvénye, amely meghatározza azt minden ember számára például, hogy mi az, amit tennie kell akkor, hogyha valamilyen eredményt el szeretne érni. Ezek matematikai gondolkodás mentén született olyan megoldások, amelyeket ma már az ember a kezébe tarthat és használhatja a saját életében. Erre most nincs idő, hogy ezt kifejtsem, nagyon sok videóban erről beszélek, illetve van olyan sorozat, ami konkrétan erről szól, illetve a tavaly előtti mesterkurzus egy éven keresztül pontosan ezzel foglalkozott. Megpróbálom a legfontosabb gondolatokat kiemelni, amelyből már megértheted, hogy kézzelfogható, mi az, amit tegyél az életedben. Az egyik gondolat, amit el kell ültes magadba, hogy bármit teszel, az egy folyamatnak a része. Nem kell megijedni, ez a törvényszerűség benned van, kizárólag a gondolkozás az, ami felül szokta ezeket írni, és ezek a felülírások fognak olyan hibákat generálni, amely meg fogja állítani a folyamatot, akár visszaeshet teljesen a nullára, tehát visszaesik oda, hogy megmarad a cél és a vágy, és az eredmény reménytelenné válik. Ez nem akármikor történik meg, hanem adott az, hogy egy fejlődési folyamatban konkrétan 7 ilyen katasztrófa pont van, ahol elakadhat a folyamatod. Katasztrófa pontoknak hívjuk azért, mert ezek elhatárolják a különböző fejlődési szakaszokat, és ezekben a katasztrófa pontokban neked mindenképpen változnod kell, bármi történik, akármilyen jól érzed magad a helyzetedben, akkor is változnod kell, és tovább kell lépjél. Tehát a változás az mindig előre kell menjen, sosem mehetsz hátra. Nem feltétlen helyes a változás az előre vagy a hátra metafora, ezek inkább minőségi változásokat jelentenek, tehát meg kell változnod például a viselkedésed. A viselkedésnél álljunk meg egy pillanatra, mert a viselkedés az konkrétan azt fogja kifejezni, hogy te valakivel kapcsolatban vagy, és ez az alapja az egész változás és fejlődésednek. Az előző vlogokban szó volt a kapcsolatról, szó is lesz nagyon sokszor, a lényeg ebben a témában az, hogy kapcsolat nélkül nem létezik fejlődés, tehát a kapcsolat a legfontosabb dolog, amire figyelned kell. Ezen belül foglalkoznod kell azzal, hogy milyen viszonyban vagy a másikkal, vagy éppen azzal a dologgal kapcsolatban, ami éppen a fejlődés irányába visz téged. A viszony tehát valamilyen arány, ami arról szól, hogy valamit tettél valami felé, és az a valami reagál a te tettedre. A katasztrófa pontokban tehát azt kell megváltozzon, hogy mit teszel a másik felé, és az, hogy az a másik hogyan reagáljon az új cselekedetre. Tehát a viselkedést így kell érteni, hogy van a viszony, és ebben van akció és reakció. Ahol el szokott bukni tehát a sikered, azok a katasztrófa pontok, mert ezekben a pontokban nem tettél meg valamilyen változást, ami fel
feltétlenül meg kell tegyél. Sajnos a bonyolultsága az egésznek az, hogy nem mindegy, hogy mit változol, tehát megvan adva, hogy melyik szakasz után milyen szakasz következik, ezek mind más és más viselkedési formák. Ezt most nem érdemes kifejteni, mert rengeteg kérdés vetne fel. Mondok erre életszerű példát, aztán visszatérek a törvényszerűségre. Ahogy a kiskorú gyerekeddel beszélgetsz, és megvannak azok a formulák, amelyekkel a mindennapokban valamilyen eredményt elérsz, például le tudod fektetni őt időben, az nem fog működni pár év múlva, változtatni kell a viszonyon, teljesen másról kell beszélni, sőt, maga a cél is más kell legyen, tehát már nem te fogod lefektetni időben, hanem saját maga kell tudja, hogy mikor kell lefeküdni, és ebbe te nem szólhatsz bele. Tehát érthető az, hogy a gyerek fejlődik, és az intelligencia különböző módon fog megjelenni, és ehhez neked alkalmazkodni kell, hogy később tinédzserként az legyen, ami közösen mind a kettőtöknek jó. Ha te úgy gügyögsz a 20 éves gyerekeddel, mint 5 évvel ezelőtt, pedig már 5 évvel ezelőtt is meg kellett volna értened, hogy egy éves korában se kellett volna még gügyögnöd vele, akkor nagy szarban vagy, és nem a gyerek lesz a hibás. Ugye érthető, hogy ez a gyerek nem fog rád hallgatni, és bármit szeretné elérni vele, vagy bármilyen álmod volt abban, hogy a gyerek mit fog majd elérni a saját életébe, nem téged fog követni, hanem teljesen más, mert te nem azon a nyelven beszélsz vele, amely az ő fejlődésével kompatibilis. Vegyünk egy másik példát, a férfi-női kapcsolatot. Amikor egy férfi és egy nő találkozik, annak megvannak az okai, bár ezek nem ismertek, és nem a konkrétumokról van szó, hanem arról a vonzásról, amitől majd azt mondjuk, hogy na megvan a kémia. Az első találkozáskor nem fogtok úgy viselkedni, mintha már 5 éve együtt éltek, mert az majd 5 év múlva fog megtörténni. Persze nem az évek fognak számítani, hanem a szakaszok, tehát attól függ, hogy ti meddig fog együtt élni az egész életetekben, és ebben lesznek olyan szakaszok, amelyek jellemzőek a fejlődés univerzális törvényére. Az egész értelmezhető onnan is, hogy tudjuk azt, hogy meddig fog tartani egy ilyen párkapcsolat, merész kijelentés, de egyébként meg van írva, mert ebben az esetben ahhoz, hogy az elejétől a végéig harmonikus és boldog legyen ez a kapcsolat, tudnod kell, hogy mikor kell másképp viselkedned a másikkal. A másképp viselkedést értsd úgy, hogy hogyan közeledsz hozzá, és hogyan reagálsz az ő cselekvésére. Nem arról van szó, hogy adsz neki pénzt, nem adsz neki pénzt, az gyűrűt neki, nem adsz gyűrűt, hanem arról, hogy a kapcsolatban milyen igényei vannak, mire vágyik, és mi az, ami kielégítő számára. Tehát az első találkozáskor teljesen más lesz a kielégítő, mint majd későbbiekben. Ha fejlődik a kapcsolatotok, akkor kiindulunk onnan, hogy barátok vagytok, szerelmesek vagytok, párkapcsolatban vagytok, férj-feleség vagytok, szülők vagytok, nagyszülők vagytok. Remélem ezek a szakaszok, még ha nem is pontosak, érzékelhető az, hogy más és más viszonyban vagytok egymással, tehát másképp kell viselkedjetek. Ne hagyjuk ki a karrier témát se. Abszolút mértékben teljesen mindegy, hogy te most vállalkozó vagy, munkavállaló vagy, munkáltató vagy, nagygyárad van vagy, kicsi üzemed vagy, egyedül dolgozol vagy, szabadúszó vagy. Mindet le kell bontani valamilyen szakaszokra, és meg kell találjad azt, hogy a munkádban mikor kezdődik el valami, és mikor végződik. Nem lehet egy karriert vagy egy cég felépítését csak úgy nézni, hogy nincs semmi és minden van. Lépésről lépésre fogsz haladni, és ezekben mérföldkövek vannak, és a mérföldkövek után teljesen más személyiséget igényel a folyamat vezetése. Nem fogod tudni azokkal a gondolatokkal vezetni a nagyvállalatodat, amelyekkel elkezdted építeni a kis KFT-det. Teljesen másképp kell beszélni az emberekkel, és másképp kell gondolkozzál az ügyeiddel kapcsolatban akkor, amikor kevesen vagytok, vagy akkor, amikor már több százan. Ez nem csak strukturális kérdés, hanem ha nem tudsz másképpen gondolkozni, akkor nem is fog felnőni a struktúra, tehát nem növekszik a céged. És nem csak arról van szó, hogy az ötletedben mennyi pénz van, hanem arról is, hogy hogyan tudsz gondolkozni akár a pénzről vagy az ötletről, hogy az fel tudjon nőni. Visszatérve tehát a katasztrófa pontokhoz, érzékelni kell tudjad az, hogy hol fordul meg a sorsod. A sorsot értheted úgy, hogy megvan írva előre minden, és annak meg kell felelni, és akkor minden jól fog menni. A sorsra gondolhatsz úgy is, hogy te meghatározod, hogy mi legyen majd megírva, mert te is meg tudod írni, hogy majd mi történjen. Tulajdonképpen a két állítás teljesen egymással ellenkező, mégis ugyanazt akarja, mind a kettő lehetséges, pontosabban mind a kettő létezik. A világ nem ilyen vagy olyan, hanem a világ teljes és kerek. Neked teljesben és kerekben kell tehát gondolkozni folyamatokban. Tehát hol bukhatsz el és hol akad el a sikered? Azokon a pontokon, amikor nem veszed észre azt, hogy változnod kell, vagy azért, mert belekényelmesedtél valami nagyon jó dologba, vagy azért, mert elfáradtál valami nagyon sokáig tartó rossz dologban. A cél elérését támogató kitartás tehát nem arról szól, hogy neked ugyanazt kell csinálnod folyton folyvást, hanem arról, hogy képes vagy tudni változni, megérzed azt, hogy mikor kell változni, és a megfelelő viselkedéssel haladsz az úton. Ne feledd el, hogy a természet feled van, ez egy törvényszerűség, hogyha nem gondolod túl a dolgokat, akkor automatikusan a cél felé, a siker felé fog menni az utad. Ha viszont túl gondolsz mindent, és nézed a másikat, és megirigyled azt, hogy ő ezt ért el, ő azt ért el, és ezt próbálod utánozni, és nem a saját természetes utadat,
akkor viszont könnyen elbukhatsz, könnyen nem fogod észrevenni a szakaszhatárokat, a katasztrófa pontokat. Szívesen elmagyarázom ezt az egészet, akár a szemináriumokon vagy a Black Box Sessionökön, felteheted a kérdéseket, és akár gyakorlati példával meg tudom mutatni a színpadon, hogy hogyan kell értelmezni azt, hogy ne bukjál el, hogy mindig tovább tudjál haladni, hogy sikert tudjál elérni. Megpróbálom összefoglalni ezt az egészet, bár nem valószínű, hogy gyakorlatilag hasznos lesz ez a megfogalmazás, mégis gondold át nagyon, és töpreng ezen, hogy mit jelenthet. Ha elakadtál, akkor mindig gondolkozz, érzékelj, cselekedj, majd megint gondolkozz, érzékelj és cselekedj, és ezt ne hagyd abba. Tehát ha valaki elakad, akkor nem gondolkozik, nem érzékel és nem cselekszik, vagy valamelyiket nem teszi.